Egy Jász kíséri lakos utasként közlekedett az autót vezető falubeliével Jászberényben. A 21 éves férfi meglátott a jászberényi vasútállomás előtt egy áldogáló fiatalt, akinek felajánlotta, hogy elviszik lakóhelyére, Jászladányba. Útközben Jászapáténál kifogyott az üzemanyag a gépkocsiból, ezért mindhárman kiszálltak a járműből. A jászladányi fiatalkorú gyalogosan akar tovább menni, mire a gépkocsi utasa megfogta a sértett ruházatát és az autó oldalához tolta. Ezt követően erélyes hangnemben, veréssel fenyegetőzve a telefonja átadására szólította fel a fiatalt, aki ezt megtagadta. A jármű sofőrje a vitába nem szólt bele. A szóváltás követően a jogsértő kivette a sértett zsebéből a 100 000 forint értékű telefonját, majd távozott. A telefont később 15 ezer forintért adta el egy jászapáti lakosnak. A járművezető is a gyanúsított, 1000 forintért üzemanyagot vásároltak és tovább kocsikáztak. A sértetti bejelentést követően a rendőrök elfogták és előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, akit rablás büntett elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgattak. A nyomozó hatóság a terhelt őrizetbevételéről határozott, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására.